hogy tudsz ilyen nyugodtan aludni, amikor nem sokára indulni kell az iskolába, vagy a szüleidnek a munkahelyre? Jó reggelt, nagyon szép napot kívánok ma is mindannyiótoknak. Ez itt a Calvin Rádió a szeretet hullámhosszán 2024. szeptember 9-én hétfőn. Hallgassuk meg együtt Isten szent igéjét, ahogyan szól hozzánk ezen a reggelen. Jónás könyvéből az első fejezet 6. versét olvasom így. De odament hozzá Jónáshoz a hajós kapitány, és így szólt. Hogy tudsz ilyen nyugodtan aludni? Kelj föl, és kiálts a te Istenedhez. Talán gondol ránk az Isten, és nem veszünk el. Kelj föl, kiálts a te Istenedhez. Talán gondol ránk az Isten, és nem veszünk el. Amen. Kedves barátaim, hogy tudsz ilyen nyugodtan aludni? Ez egy tipikusan hétfő reggeli kérdés. Ezt nyugodtan megkérdezhette volna bármelyikünktől az édesanyja, mikor ma reggel az első hétvégi pihenés után fel kellett kelni az ágyból, a mobiltelefon ébresztője vagy a szüleink szavára. Hogy tudsz ilyen nyugodtan aludni, amikor nem sokára indulni kell az iskolába, vagy a szüleidnek a munkahelyre? Ha rajtunk múlott volna, akkor talán délig is aludtunk volna nagy lelki nyugalommal. Mert a föld nélkülünk is forog, a fontos dolgok nem a mi kezünkben vannak, azért vannak a szüleink, és úgy általában a felnőttek, hogy megoldják a felmerülő problémákat. Amíg gyerekek vagyunk, addig nyugodtan alhatunk. Ezért már a hét első napján hálát adhatunk Istennek. Amíg gyerekek vagyunk, addig nyugodtan alhatunk. Jónás barátunk azonban, akinek a történetével ismerkedünk, már nem gyerek, hanem felnőtt. Noha időnként gyerekesen viselkedik. Jónást elég váratlanul érte ez a kérdés. Hogy tudsz ilyen nyugodtan aludni? Ezt kérdezte tőle a hajós kapitány, mikor nagy vihar támadt a tengeren. És mindenki, a hajó egész legénysége, de még a szakácsok is, és valóban mindenki a maga istenéhez kiáltott. Jónás! Nem tudjuk, ki vagy. Nem tudjuk, honnan jöttél. De kiálts a te Istenedhez. Hát, ha a te Istened irgalmas és kegyelmes. Kedves barátaim, ha már ma reggel is korán fel kellett kelni, kibújni a meleg takaró alól, ha már otthon kellett hagyni a kedvenc kispárnát és plüssmackót, akkor kiáltsunk az Úrhoz, hogy ahol vihar van, ahol háború van, ahol harag és békétlenség lakozik, ahol fegyverek zajára ébrednek a gyerekek, ott is legyen végre béke és egyetértés. Ámen. Most pedig valljuk meg együtt a hitünket, és mondjuk el az apostoli hitvallást, fejünket meghajtva, kezünket összekulcsolva. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján,
onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Legyen szép napotok, áldás, békesség!